Edzésben a súlyemelők, akik közül Polgár Miriam, Boros Viktória és Gyűrűs Barbara is éremmel tért haza Kecskemétről. A haladás sportolói 5 arany és 2 ezüstérmet szereztek a Messzi István emlékversenyen. Ez egy kiemelt kupaverseny volt. Itt kellett szinteket emelni, hogy a közelgő világbajnokságra, a Junior Európa bajnokságra, illetve a U23-as Európa bajnokságra, akik aspirálnak, lehetőségük lett egy ilyen versenyre megemelni a kiküldetési szinteket. Junior 87 kg-ban Boros Viktória szerzett aranyérmet. 4 jó fogásom lett a versenyen, 88-at szakítottam, a 91 kiló sajnos nem sikerült, egy kis technikai probléma volt. Lökésben 109-et löktem, az egy nagyon erős, biztató lökés volt a világbajnokságra. 112 országos csúcs sajnos nem sikerült, de nagyon szeretném, hogy a világbajnokságon sikerüljön. Ez az utolsó verseny volt a világbajnokságig. Viki nem csak a világbajnokságon, hanem az októberi junior EB-n is indul. Felnőtt plusz 87 kg-ban Gyűrűs Barbara 84 kg-ot szakítva és 101 kg-ot lökve győzött, míg felnőtt 76 kg-ban Polgár Miriam állhatott fel a dobogó tetejére, aki 81 kg-ot szakított és 104 kg-ot lökött. Ezzel mindketten teljesítették az U23-as Európa-bajnokság nevezési szintjét, 185 kg-ot. Fejlődésben még nagyon-nagyon sokat kell készülnem, úgymond. Ezt a versenyt megnyertem, de az Európa-bajnoksághoz sajnos ez is még kevés. Így készülünk tovább, hajtunk, küzdünk, és cél az, hogy minél jobb helyen végezzek. Kecskeméten aranyérmet szerzett még női serdülő 59 kg-ban darabossára, míg Mihály Kalili az ifjúsági 49 kg-ban, Bazsó Bianka pedig a felnőtt 81 kg-ban a második helyet szerezték meg.